A Transformers franchise, ami az átalakuló játékokból született és az ikonikus rajzfilm sorozattal robbant be a köztudatba, egy izgalmas visszatérésre készülhet a videójátékok világában. Pletykák és szóbeszédek keringenek új Transformers játékok fejlesztéséről, ami izgalomba hozta a régi rajongókat és az újonnan érkezőket egyaránt. Bár a részletek még homályosak, az új interaktív kalandok lehetősége a Transformers univerzumban spekulációk és várakozások viharát robbantotta ki. Sokak számára az új Transformers játékok gondolata nosztalgia hullámot idéz elő, felidézve a gyermekkort meghatározó klasszikus címek emlékét, amelyek generációkat ismertettek meg az autobotokkal és az álcákkal. A franchise gazdag múlttal rendelkezik a játékok terén, olyan címekkel, amelyek konzolgenerációkat és műfajokat ölelnek fel. Az oldalnézetes akciójátékoktól a harmadik személyű lövöldözős játékokig a Transformers játékok mindig is arra törekedtek, hogy megragadják a szeretett franchise epikus csatáit és lebilincselő történetmesélését. A Transformers digitális birodalomba való betörése a 80-as években kezdődött, egybeesve az otthoni konzolok és az árkád gépek felemelkedésével. A korai címek gyakran a Transformers-eket oly vonzóvá tevő alapvető elemekre összpontosítottak robotjármű átalakulások, túlzásba vitt akció és a jó és a rossz örök harca. Az olyan játékok, mint a Transformers The Battle to Save the Earth és a Transformers Convoy Nonazo megismertették a játékosokat az átalakuló robotok irányításának alapvető mechanikájával, megalapozva a jövőbeli címek építkezését. Ahogy a technológia fejlődött, úgy a Transformers játékok összetettsége és ambíciója is. A 16 bájtes konzolok megjelenése olyan címeket hozott magával, mint a Transformers Generation 2 és a Beast Wars Transformers, amelyek különböző játékstílusokkal kísérleteztek, és beépítették a bővülő Transformers mítosz elemeit. Ezek a játékok tovább erősítették a franchise jelenlétét a játékok világában, demonstrálva alkalmazkodó képességét és a változatos interaktív élmények lehetőségét. A 2000-es évek közepén a Transformers franchise újjáélett, amit Michael Bay élőszereplős filmjeinek megjelenése táplált. Ez az újonnan felfedezett népszerűség a játékok birodalmára is kiterjedt, az Activision megszerezte a Transformers játékok fejlesztésének és kiadásának jogát. Ez a partnerség számos figyelemre méltó cím létrehozásához vezetett, köztük a kritikusok által elismert Transformers, War for Cybertron és annak folytatása, a Transformers Fall of Cybertron, amelyeket a High Moon Studios fejlesztett. Ezeket a játékokat az intenzív, harmadik személyű lövöldözős játékmenetükért, a Transformers mítoszba mélyebben belemerülő, lebilincselő történeteikért és a lenyűgöző grafikájukért dicsérték, amelyek a kor konzol képességeinek határait feszegették. A War for Cybertron és a Fall of Cybertron új életet lehelt a franchise játékos örökségébe, elkötelezett rajongótábort szerezve és új mércét állítva a jövőbeli Transformers játékok számára. Gyors tekerés a jelenbe, és a Transformers franchise, a Microsoft leányvállalata, az Xbox Game Studios égisze alatt találja magát. Ez a felvásárlás heves spekulációkat váltott ki a Transformers játékok jövőjével kapcsolatban. Sokan abban reménykednek, hogy a Microsoft erőforrásai és szakértelme új korszakot nyit a franchise számára az interaktív szórakoztatás terén. A Microsoft múltja a szunnyadó franchise-ok felélesztésében és a kiváló minőségű játékélmények biztosításában optimizmust váltott ki a rajongókból. A vállalat elkötelezettsége a saját fejlesztő stúdióinak bővítése és a változatos műfajokba való befektetés iránt arra utal, hogy egy új Transformers játék kiemelt prioritás lehet. Hogy a Microsoft egy vadfűrészesen új cím fejlesztése, egy szeretett klasszikus felélesztése vagy egy teljesen más műfaj felfedezése mellett dönt még a jövő zenéje. Ötödik rész. Újragondolások és újrakezdések, nosztalgia utazás. Az egyik izgalmas lehetőség a klasszikus Transformers játékok remake-jeinek vagy rebootjainak lehetősége. Képzeld el,
hogy újra átéled az olyan címeket, mint a Transformers War for Cybertron, vagy a Transformers Fall of Cybertron, frissített grafikával, továbbfejlesztett játékmechanikával és potenciálisan kibővített történetekkel. Ezek a játékok különleges helyet foglalnak el sok Transformers rajongó szívében, és a modern technológiával való felélesztésük egy új generációt ismertethetne meg a franchise játékos örökségével. A High Moon címeken túl számos más klasszikus Transformers játék is érett egy modern újragondolásra. Az árkád klasszikusok oldalnézetes akciójától a későbbi címek járműves harcáig rengeteg anyag áll a fejlesztők rendelkezésére, amelyekből ihletet meríthetnek. 6. rész, Cybertron jövője, folytatások és új kezdetek. Természetesen a teljesen új Transformers játékok lehetősége is ugyanolyan csábító. Képzelj el egy hatalmas, nyitott világú Cybertront, amely tele van élettel, ahol a játékosok kiválaszthatják a hovatartozásukat, testre szabhatják a Transformersüket, és epikus csatákban vehetnek részt változatos környezetekben. A játéktervezés és a technológia fejlődése a legutóbbi jelentős Transformers megjelenése óta a lehetőségek tárházát nyitja meg az innovatív játékmechanikák, a magával ragadó történetmesélés és a lélegzetelállító látványvilág előtt. Egy új Transformers játék különböző műfajokat is felfedezhetne, mint például a szerepjátékos elemeket, a valós idejű stratégiát, vagy akár egy masszívan többszereplős online játékot, ahol a világ minden tájáról érkező játékosok egyesíthetik erőiket, vagy harcolhatnak a fölényért. Az innováció lehetősége határtalan, és a Transformers univerzum friss megközelítésének lehetősége izgalmas. 7. rész, konzolon túl, mobilon és azon túl. A játékok világa jelentősen megváltozott a legutóbbi jelentős Transformers megjelenése óta, a mobiljátékok domináns erővé váltak. Egy kifejezetten mobil eszközökre tervezett Transformers játék szélesebb közönséget érhetne el, és egyedi játékélményt nyújthatna. Képzeld el, hogy ikonikus Transformers karaktereket gyűjtesz és fejlesztesz, taktikai csatákban veszel részt más játékosok ellen, vagy akár kibővített valóságélményekben veszel részt, amelyek életre keltik az álcázott robotokat a saját környezetedben. A mobilon túl a felhő alapú játékok és a streaming szolgáltatások térnyerése új lehetőségeket teremt a Transformers játékok számára. Képzelj el egy olyan világot, ahol a játékosok zökkenmentesen válthatnak a konzoljukon és a mobileszközeiken való játék között, ugyanazt a játékot élvezve platformfüggetlen fejlődéssel és több szereplős lehetőségekkel. 9. rész, a várakozás játéka, feszültség évekszik. Bár az új Transformers játékok lehetősége egyelőre spekulatív, a rajongók körében tagadhatatlan az izgalom és a várakozás. A franchise gazdag játék története, a Microsoft részvétele és a technológiai fejlődés tökéletes vihart teremt a diadalmas visszatéréshez az interaktív szórakoztatás reflektorfényébe. A játékos közösség türelmetlenül várja a Microsoft vagy az Xbox Game Studios hivatalos bejelentéseit vagy frissítéseit a Transformers franchise játékok terén betöltött jövőjével kapcsolatban. Addig is a rajongók további találgatásokba bocsátkoznak, megosztják reményeiket és álmaikat, és türelmetlenül várják a napot, amikor ismét bevethetik magukat Optimus Prime-mal, Megatronnal és a többi Transformers-szel. 10. rész. Amíg mindenki egy nem lesz, a lehetőségek univerzuma. A Transformers franchise mindig is több volt, mint pusztán átalakuló robotok. A hősies tettekről, az epikus csatákról és a jó és a rossz közötti örök küzdelemről szól. A barátságról, a hűségről és a hitünk melletti kiállás fontosságáról szól. Ezek az időtlen és egyetemes témák minden korosztály és